vendégünket, a lelkészeket, intézmények képviselői, felkészítő pedagógusokat, és természetesen benneteket, kedves gyerekek. Idén a Kirinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája 7. alkalommal rendezi meg a Biblia ismereti és Zsoltár éneklő versenyét. Először felkérem nagy tiszteletű Kolumbán Gábor, hogy tartsa meg igei áldozatát. Áldás békesség! Áldás békesség! Pál apostol szavaival köszöntelek titeket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Jézus Krisztustól. Állítatunk kezdetén a 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a város, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Kedves gyerekek és kedves felnőttek, ha egy picit humorosan akarnám kezdeni ezt az állítatot, akkor azt mondhatnám, hogy azért választottam ezeket az igeverseket, hogy akik nem készültek fel kellőképpen a versenyre, azok még néhány dologban tudnak ráerősíteni a verseny feladataira. De azt gondolom, hogy komolyra fordítva a szót, sokkal fontosabb az első mondat, amely számunkra is fontos üzenetet tartalmaz, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott. És azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az üzenet. Hitáltal tudott elindulni, és hogyha megnézzük az ő életét, megnézzük az ősatyák életét, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a mondat szinte mindent meghatároz. Mennyire fontos volt az ő életükben ez, hogy hitáltal tette. Hiszen ha nem hitáltal indultak volna, ha nem hitáltal fogadták volna az Isten üzenetét, akkor egészen biztos, hogy nem beszélnénk róluk, vagy nem így beszélnénk róluk. Mert gondoljatok csak bele, hogy ezen az úton, amelyet itt hallunk, és amelyet elénk hoz a Szentírás, mennyi és mennyi elindulás volt. Szinte mindenki elindult. Mindenki elindult, vállalta a feladatot, vállalta a küldetést, és olyan sokszor ott voltak a kérdések. Olyan sokszor ott volt az ő életükben a bizonytalanság, de hát mi lesz? Mi lesz akkor, hogyha ezt tesszük? Mert valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor bizony a józan ész, az emberi gondolkozás az nem ez diktálta. Ábrahám életében sem lett volna feltétlen fontos az, hogy ott hagyja azt a vidéket és elindulja. Aztán lehetne hosszan sorolni azokat az elindulásokat itt az ősatyák történetében, amihez azt gondolom az alapvető és legfontosabb dolog az volt, hogy igen, elfogadom az Isten szavát, az Isten szavára figyelek és az Isten szavára hagyatkozom. És van még egy másik fontos dolog, amelyre azt gondolom az Isten igéje felhívja a figyelmet és a mi figyelmünket is. Ezek az emberek, amikor elindultak és elérték a célt, akkor nem kihúzták magukat. Nem büszkén döngették a mellüket, hogy igen, ezt is elértük,
és azt is megvalósítottuk, hanem mindig hálát. Felállítottak egy követ, felállítottak egy emlékoszlopot, amely abban erősítette és abban figyelmeztette őket, hogy igen, ne feledkezzünk el arról, hogy mit jelentett az Isten szavára figyelni. Ne feledkezzünk el arról, hogy nem a magunk ereje, nem a magunk ügyessége volt ez, hanem az, hogy hit által tudtunk elérkezni oda. És én hiszem azt, hogy akkor, amikor ma ezen a versenyen itt vagyunk, ez a kijelentés ez ránk, és rátok is igaz. Hit által voltok itt. Azért, hogy arról a tudásról, amit kapunk az Isten kegyelméből, az Isten szeretetéből, azt felmutassuk. Felmutassuk, és valahol bizonyítsuk azt, hogy számunkra is fontos. Számunkra is fontos az Isten szava, az Isten kijelentése és az Isten üzenete. Hát én azt gondolom, hogy ha ez nem lenne fontos, akkor nem lennétek itt ilyen szép számon. Akkor nem készültetek volna arra, hogy előadjátok a zsoltárokat, a dicséreteket, akkor egészen biztos, hogy nem tanulmányoztátok volna, bízom abban, hogy hosszú időn keresztül Mózes első könyvét, hogy mit és hogyan kaphatunk az ősatjától. És higgyétek el, hogy én azt gondolom, hogy rengeteg olyan apró mozzanatot, olyan apró tudással rendelkeztek, amelyek fontosak ezekben a bibliai történetekben. De még fontosabb az, hogy miközben ezt tettétek, én hiszem, hogy közelebb kerültetek az Istenhez. Mert rácsodálkozhatunk olyan történetekre, olyan üzenetekre, amelyek mellett lehet, hogy sokszor elmegyünk, hiszen tudjuk. És azt gondolom, majdnem minden gyermek, minden felnőtt nagy vonalakban el tudja mondani ezeket a történeteket. De olyan sokszor azokban az apró részletekben, az apró mozzanatokban van a lényeg, amikor azt látjuk, hogy igen, a nagy események mögött ott van a hit, ott van az Istenre való figyelés, az Isten szavának, az Isten tanításának az elfogadása. És most arra kérünk titeket, hogy legyen bátorságotok arra, hogy ezt a tudást most felmutatjátok. Hogyan? Hit által. Mert Isten gyermekei vagyunk, mert figyelünk az Isten szavára, az Isten üzenetére. És ez a mai nap is valamilyen szinten egy tanulás. Nem csak versenyről van szó, hanem arról, hogy együtt vagyunk, arról, hogy hit által ide érkeztünk, és én bízom abban, hogy jól fogjuk érezni magunkat. És ez különösen fontos akkor, amikor a bőti időszakban vagyunk. Fontos azért, mert ezáltal, hogy készültünk, ezáltal, hogy az Isten szavára és útmutatására figyeltünk, én hiszem azt, hogy mindannyian erősödtünk, és valamilyen szinten gazdagodtunk. És én azt kérem és azt kívánom, hogy valóban az ősatyákhoz hasonlóan ezen a mai napon, de a mi életünk minden napján, akkor, amikor elindulunk, akkor, amikor feladatok és célunk vannak előttünk, akkor tudjunk emlékezni. Legyen példa előttünk az ősatyáknak az élete, hogy mit jelent Istenre figyelve, és mit jelent hitáltalán megélni a minden napjainkkal. Mondjuk el az utol tanult imánkat, hogy ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el az országot, tegyen meg a akaratot, amit a mennyben. Thank you.
mindannyiunk nevében megköszönöm nagy tisztelet úr idei szolgálatát, és megkérem Csernapuszki Ferenc igazgató urat, hogy tartsa meg köszöntőjét és egyben megfogulját. Az a békesség. Kedves versenyzők, kedves kísérők, vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit az Irinyi János Református Oktatási Központ és a Tompa Mihály Általános Iskolája nevében. És hogyha nem hangzott volna el, akkor nyilvánvalóan a házigazda nevében, Suga László tagintézmény vezető nevében is, és a tantestület tagjai nevében is, akik úgy gondolom, hogy igen sokat fáradoztak azért, hogy a mai nap egy jó körülményt tudja teremteni, hogy itt most a versenyzők megmutathassák azt, amit tudnak. Én is hoztam egy igeverset a Rómaiakhoz írott levélből, mégpedig a 12. rész második verséből. Változzatok meg értelmetek megújulásába, hogy megítélhessétek. Mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hát miért hoztam én ezt most ma köszönteni? Versenyeztek, én meg változásról beszélek. Bőti időt élünk, úgy gondolom, hajátok nap, mint nap. Sokszor fölhívják a figyelmet, mi mindent kell bőjbe tenni, hogy mit kellene, vagy mit nem kellene, mit értünk rajta. Egy nagyon fontos pont van, ami engem megfogott. De egyik bibliolvasó kalauz azt mondja, hogy mi emberek önerőből igazán hosszú távú vagy jelentős változtatást tenni nem tudunk. Hiába ostorozzuk magunkat, hiába van bűntudatunk, önmagunktól ez nem megy. Változni, tartós változást elérni, csak nap mint nap, elménk megújulásával, az Isten igéje által lehet. Tehát a mai nap is egy jó alkalom, és nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen szép számmal jelentkeztek a bűnösmeretén Zsoltán Énendő versenyre. Az iskola ennek akar helyet adni, hogy tudjon találkozni. Két fontos pont, itt most egy helyen, a templom és iskola. Nagyon fontos, hogy van helye hitünk megélésének, ott is, és természetesen itt is. És ez bízunk benne, hogy mindannyiunkat megerősít. Így a mai napon, amikor versenyeztek, úgy gondolom, hogy amiről az előbb beszéltem, egy jó alkalom, hogy az Isten igéjére figyeljünk. És ezt tettétek már akkor is, amikor a felkészülési idő volt. És egy letisztelt úr is emlékeztetett rá, hogy fontos számotokra ez, mert ha nem lenne fontos, és nem lenne érték, akkor nem fogtatok volna a felkészüléshez. Nem jöttetek volna el a mai nap. Úgyhogy köszönöm mindazoknak, a felkészítőknek, akik ezt a munkát segítették, köszönöm a diákoknak, akik ebben részt vesznek, és hagyd köszönjem meg azoknak is, akik nem csak rendezkedtek, pakoltak, takarítottak, díszítettek meg, mindent csináltak, hanem azoknak is, akik azon törték magukat, nem kis fáradtsággal, hogy ezek a feladatok, amit nektek amilyen meg kell oldani, az ne csak egy ilyen tudásból legyen, hanem reményeim szerint egy jó érzésű együttlét, valahol egy kicsit szórakozás is. Hát kívánom mindenkinek, hogy lehessen ez a mai nap az ígéret figyelésnek alkalma, az Istenre figyelés alkalma, hitünk megélésének alkalma. Kívánok mindenkinek eredményes versenyzést és egy szép napot. Áldjunk Istenre. Köszönöm szépen igazgató úr köszönő szavait. Iskolásaink, kis műsorral is készültek a mai alkalomra. Elsőként Tóth Máté, Aranyosi Ervin, a Szívek Szabója című versét adja elő. Aranyosi Ervin, a Szívek Szabója. Élt egy szabómester, szíveket foltozott. Hozzá a sok ember sok-sok munkát hozott, mert a szép szívüket sok sérelem érte, s bár a szabó bérét vastagon megkérte, ki sem látszott sajnos a
Kíváncsi lett tehát, a szíved mi bántja? Mi a bazza vesztét? Mert rabni kell bántja? Hová lesz belőle a sok tiszta érzés, mert ő ki színére megszakadás vérzés? Miért változik meg mesés dobbanása, s amikor kiül a csend koppanása, mert a az fájdalmát úgy, hogy belé szakad? Ez a sok fájdalom vajon miből fakad? Egy napon úgy döntött, utána járt végre, miért fáj a sok szív, miért hullik vére? Letette a kukát, bezárta a boltot, s indult, hogy megnézze, a szív mert nem boldog. Álruhában járta végig a világot, feljegyezte sorban, amit útján látott. Sok magányos szívvel hozta össze sorsa, amiből hiányzott a szeretet morzsa. Mind a pénzt hajszolta, s jónak lenni féltek. Bezárták szívüket, s mind maguknak éltek. Kedves ölelésben sohasem volt részük, elromlott motorjuk legfontosabb részük. És a Szabó tudta, szükségük van másra, nem csak szívcserére vagy kiavításra. A sok embert inkább tanítani kéne, a szeretet tudása mindünkre ráférne. Nem aludt éjszaka, s mit hozott a reggel? Körülvette magát sok-sok kisgyerekkel. Álmok is lelkeket fogadott magához, s ekképpen kezdett újra a dolgához. Minden megfoltozott szívhez járt egy gyermek, aki akkor boldog, ha reál figyelnek. Hitte, hogy a jó szív csak azon fog múlni, képesek gazdája a gyermektől tanulni. Mert a kisgyerekek tiszta szívvel élnek, szeretetet adnak, ölelést cserélnek. Mosolyjal, hálával gyógyítják a szívet, tőlük lesz boldogabb, nyíltabb a tekintet. És ők nem csak adnak, szeretetet várnak, otthonban és szívben meleget csinálnak. Örömmel lelkedet szép fehérre festik, s meggyógyul a szíved, ha figyelsz rá esni. Mert ha az emberek megtanulnak adni, és begyógyult szívük képes befogadni, mikor egész évben van öröm ajándék, s nem csak karácsonykor ébred fel a szándék, akkor szívszagúra soha nem lesz szükség, szeretettel telve a szép szívek büszkék. Végre a jósággal telik meg világunk, mikor egész évben csupa jót kívánunk. Meg igen, jó.
verseny főszervezőjét, hogy ismertesse számunkra a versenynek a menetét és a programokat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, nagyon várom titeket, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. Én csak egy pár praktikus dolgot szeretnék elmondani nektek. Az alsó és felső tagozatos Biblia ismereti versenyen résztvevő csoportok a tőlem jobbra lévő emeleti folyosó két tandemében fognak versenyezni, a Zsoltár énekő gyerekeket pedig a tőlem arra lévő folyosó végén az utolsó teremben várjuk, a kiírásokat kövessék. Az alsós gyerekeket arra kérem, hogy engem kövessenek a terembe, a felső tagozatosok versenyét Szegedini Ablonci Tíme, a Tini néni fogja vezetni, őt kövessétek majd. Zsoltár énekű versenyen pedig Kolumbáni Molnár Anna tanárnő, őt kövessétek a Zsoltár énekű gyerekek oda emeleti folyosóra. A kísérőket nagyon sok szeretettel várjuk egy baráti beszélgetésre a vendégfogadó terembe, de akik szeretnék a Zsoltár énekű gyerekeket meghallgatni, ők megtehetik bennünknek a Zsoltár énekű versenyre. A verseny két fordulóból áll, az első forduló 50 perces, a második forduló 45 perces, közötte egy fél órás szünet lesz. A fél órás szünetben a vendégfogadó teremben nagyon finom házi süteményekkel várunk mindenkit, ne hagyjátok ki, mert a kollégák idén is tudhatnak magukért. Úgy terveztük, hogy 11 óra 40-re befejezzük a versenyt. Ebben lehet, hogy lesz egy pár perc csúszás, de én azt mondom, hogy szorság kedvére, hogy 12 órára végzünk. És utána, amíg itt elkészülnek az ajándékok, az oklevelek, addig egy kis közös éneklésre várunk titeket itt az aulába. Misán Valéria fog ebben segíteni nekünk, az ő gitárkíséretével fogunk énekelni, illetve terveink szerint éneket tanulni. Az éneklés után egy finom ebéd vár benneteket az ebédlőben, akik voltak már, van olyan, aki volt már itt, mondja már van a kezén. Ó, hát nagyon. Hát akkor ti mindent tudtok, akkor már nekem nem is kellett volna mondani semmit. Az ebédlőbe elmentek el, hogy az ebédet, és mi úgy szeretnénk, hogy nagyon ügyesek legyünk, és mi lehet, hogy megebédeltek, addig, aki tudjuk hirdetni az eredményeket. Azt tudjátok, hogy ennek a versenynek a lényegi része már lezajlott. Otthon. Meg a tanárnénivel, a kitoktatóval, a lelkészszel, akivel a felkészülés munkáját elvégeztétek. Úgyhogy akkor kezdődjön a csapatok játéka, és kívánok, hogy áldott legyen.